Hévíz elmúlt évi turisztikai eredményeiről tartottak sajtótájékoztatót a Városházán. Mint elhangzott, 2017-ben már átlépte a város a nálunk eltöltött 1.200.000-es vendégészakát, 2018-ban pedig újabb rekord született 1.222.738 vendégészakával. Emellett a felmérések bizonyítják, a vendégek 80%-a visszatér Hévízre, ami elégedettségről tanúskodik. Az adatok alapján évek óta nő a hazai kereslet, tavaly 2%-os növekedést mértek a belföldi vendégek körében, de a külföldi küldő országok esetében is növekedést figyelhettek meg a szakemberek. A németek mellett az osztrákok is ismét egyre nagyobb számban jelen vannak, náluk 3%-kal nőtt a kereslet. Látjuk azt, hogy az osztrák vendégek is már megtalálják azt a minőséget, amit otthon megtalálnak, ugyanakkor még mindig kedvezőbbek az árak, abszolút egyedi maga a termékpaletta, tehát egyre inkább szívesen választják Hévízt egy-egy akár rövidebb wellness kiruccanásra is. Közép-Európában erősödünk, cseheknél, lengyeleknél, szlovákoknál markáns növekedés van, ami szintén évek óta tartó folyamat, és dolgozunk is ezen, hogy ez tovább erősödjön, megmaradjon, hiszen fontos számunkra az, hogy egy színes nemzetközi vendégkörünk legyen. A top 5 külföldi küldőország Németország, Oroszország, Ausztria, Csehország és Szlovákia. A magyarok átlag 3,4 éjszakát, míg a németek és az oroszok átlagosan közel 10 éjszakát töltenek el a városban. Mint Papp Gábor polgármester elmondta, az évek óta megfigyelhető pozitív növekedés komoly összefogás és együttgondolkodás eredménye, ami érinti mind a turisztikai szakembereket, a kereskedelmi és magánszállásadókat, de a város kiváló kapcsolatot ápol országos szervezetekkel, úgy mint például a Magyar Turisztikai Ügynökséggel is. Természetesen figyelve azokat a trendeket, azokat az utazási szokásokat, azokat az igényeket, amik megjelennek a világban, és hát figyelni adott esetben a versenytársakat is, habár én mindig azt szoktam mondani, hogy Hévíznek alapvetően nem tud versenytársa lenni, de mégis. Ezeket mind egy asztalnál megbeszélve folyamatosan hétről hétre lehet azt gondolom azt az eredményt elérni, amit el tudtunk érni, hogy az elmúlt 8, illetve 9 évben egy folyamatos fejlődést tudtunk a vendégészaka számban generálni, újabb desztinációkat tudtunk megszólítani. A városban továbbra is legfontosabb cél a minőség fenntartása és növelése. Évek óta sikeresen működik a magánszállásadók minőségfejlesztési pályázata. A kisfaludi programból több kereskedelmi szálláshely is megújul, de pályázatok és önerős beruházások által a város számos pontja épül át és szépül meg 2020 év végéig. Ezen kívül a közös párbeszéd jegyében tervezik a szolgáltatókat is rendszeresen megszólítani fórumok szervezésével. Mint arról még a sajtótájékoztatón beszámoltak, megtartották az idei turisztikai évadnyitógálát Budapesten, ahol ezúttal is bemutatták az 50 legbefolyásosabb személy a magyar turizmusban elnevezésű kiadványt. Papp Gábor polgármesteren kívül Horváth Orsolya, a turisztikai non-profit Kft. Ügyvezetője és Könyid László hévízi szállodaigazgató, a Magyar Éttermek és Szállodák Szövetségének elnöke is bekerült az idei kiadványba.